Karácsonyi koncertet adtak a Hevesi Iskola növendékei az intézmény tornatermében ma délelőtt. Az ünnepi programon kizárólag az iskola tanulói és dolgozói vehettek részt. Tavaly egyáltalán nem tudták megszervezni a karácsonyi koncertet, amit korábban a felső templomban tartottak a hevesi iskolások. A pandémia szabályainak megfelelően a helyszínen kívül a programot is meg kellett változtatniuk, például a közös zárószámukat sem adhatták elő a tanulók. Külön mindig készültünk eddig egy nagy zárószámmal, ahol az énekkaraink, mind a három énekkarunk egyszerre énekel. Sajnos azt itt nem tudtuk megvalósítani ebben az évben. Abban reménykedünk, hogy vége lesz a járványnak, és akkor visszamehetünk a templomba, mert igazán meghitt és karácsonyi hangulatot árasztó abban a környezetben ez a műsor. Az iskolában a pedagógusok és tanulók is nagyon sokat készültek már a karácsonyi ünnepére, igyekeztek meghitt hangulatot teremteni, de a szülők és a hozzátartozók sajnos idén sem vehettek részt az előadáson. Szívvel lélekkel készültek a gyerekek, a pedagógusok is, és bár a környezet nem olyan, mint a templomban, de így is nagyon hangulatos és meghitt ünnepét hoztak össze. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte. A szülők sem jöhettek most be megnézni a gyerekeiket, ezért is örülünk, hogy legalább a televízión keresztül láthatják a szereplőket. A teljes produkció karácsonykor megtekinthető a Kanizsa TV műsorán.